Kedves diákok, szeretettel köszöntök mindenkit itt az ELTE Kémiai Intézet nevében, és a következő 20-21 néhány percben megpróbálom önöket meggyőzni, hogy ebben a nehéz pillanatban, ami vagy most várnak, vagy nem sokára, amikor döntést kell hozniuk, hogy merre fognak tovább tanulni, akkor választják a kémiát, és ha a kémiát választják, akkor gondoljanak arra, hogy minket választanak, mind a kettő mellett szeretnék érvelni. Tehát általában a kémia mellett is, és általában magunk mellett. A pályaválasztás rémisztően nehéz dolgnak tűnik, nem tudom, hogy önök mennyire vannak tőle megijedve. Az én gyermekém nem olyan régesek túl rajta, és nem egy könnyű dolog eldönteni, hogy melyik egyetem, melyik szak ebben. Mert ugye mitől is nehéz ez, hiszen nem az a kérdés, hogy jövőre az ember mit tanul, hanem hogy mihez kezd 5, 6, 10 év múlva azzal, amit megtanulta az adott egyetem, amit kiválasztott. Erre nincsen jó válasz, vagy nagyon nehéz jó választ adni, hiszen a jövőről kell valami egészen biztosat mondani önöknek. Vagy igazándiból persze mi megúszuk, mert a döntést önök fogják meghozni. Mivel lehet kapaszkodni egy ilyen döntés kapcsán? Nyilván az a legfontosabb talán, hogy akárhova is mennek, az a tudás, amit ott kapnak, az hasznos legyen majd 10 év múlva. Hogy az ellentmondást továbbra is azért fenntartsuk. Hogyan lehetséges ez? Hát úgy, hogyha ahol tanulnak, meg amit megtanulnak, az képessé teszi önöket arra, hogy alkalmazkodjanak azokhoz a kihívásokhoz, amelyekről sem én, sem nagyon más nem tudja megmondani, hogy mi lesz az önök igazi felnőtt életében. 2 évezet senki se tudta volna megmondani szerintem, hogy itt mazba fogunk kücsörögni, és hogy milyen nehéz lesz, akár középiskolás szinten, akár egyetemi szinten, de bármilyen szinten oktatni, vagy egyáltalán dolgozni, vagy bevásárolni menni. Tehát amire készülni tudunk az, hogy alkalmazkodunk a helyzethez. És persze mit szeretnénk, vagy mit szeretnének, én gondolom, hogy nem tévedek nagyot, hogy valami olyan munkát szeretnének végezni, ami izgalmas, ami érdekes, és amikor az ember hazamegy este fáradtan, mert azért ez így szokott lenni a munka után, azért mégis az érzés van benne, hogy ez jó volt. Mert elfáradni néha jó, hát amikor az ember sportol, akkor is jó elfáradni a végére, mert még ha el is veszti azt a meccset, akkor is azért a végén jó kedvel megy az öltözőbe. Szóval, hogy inspiráló legyen a munka, és persze nem lehet elfelejteni, mert hozzátartozik az élethez, hát mindenki szeretne megélni abból, amit megtanult és ahol dolgozik. Hiszen az fontos, hogy az életünk legalább a saját egyéni szintünkön kényelmes és megbízható anyagi háttérre jelentkezzen. Azt állítom, hogyha önök a kémiát választják területnek, amelyen majd továbbképzik magukat, és ezen belül az ELTE Kémiai Intézetét választják, akkor mindez, amiről beszéltünk, ehhez a szükséges dolgokat itt meg fogják kapni, és fel lesznek készítve arra, hogy megfeleljenek ezeknek a kihívásoknak, és olyan munkájuk lehet, amely érdekes, inspiráló, és meg is fognak élni belőle. Itt az ELTE Kémiai Intézetében mi is küzdünk a jövőre vonatkozó kihívásokkal, mint minden más egyetem, hiszen persze a kémiának megvannak a klasszikus területei, kell tanulni szerves kémiát, szervetlen kémiát, fizikai kémiát, de a kérdés az, hogy mit adjunk magunknak, a kémián belül most már illetve, ami jó lesz 10 év múlva. Azt gondoljuk, hogy fontos lesz a digitalizációnak a minél nagyobb megjelenése a kémiában. Ez persze nem új dolog, hiszen valamilyen értelemben számítógépeket, kémiai programok megoldására már több évtizedet használunk, de hogy ez a dolog, ez sokkal nagyobb súlyú lesz, mint ami az elmúlt évtizedekben jellemző volt, ez egészen biztos. És majd hozok erre példát, nem csak arról van szó, hogy bizonyos kémiai problémákat számítógép előtt oldunk meg, hanem arra is, hogy akár bizonyos kémiai problémák manuális munkák elvégzésére, amit ma általában laborokban, laboránsok vagy középbeosztású kutatók végeznek, azokat a manuális dolgokat akár robotizáljuk, hiszen látjuk, hogy az autóinkat már nem nagyon gyártják emberek, robotok gyártják le, és kémiában is rengeteg olyan munka van, ami prontos, precíz, megismételhető és 100-szor végigvitt lépéseket akar takarni. Erre nyilvánvalóan alkalmasabbak a robotok, mint mi magunk vagyunk. Jó? Tehát azt gondoljuk, hogy a digitális kémia az egy olyan ma megjelenő területe a kémiának, ami az önök jövője szempontjából fontos lehet. És összefüggésben ezzel felmerül a kérdés, hogy mit is csinál egy kémikus,
Egy kémikus leginkább az anyaggal molekuláris szinten dolgozik, tehát amit mi csinálunk, az mindig valami értelemben molekuláris szintű, vagy oda-visszavezethető történések elemzése, megértése, kitalálása, esetleg tervezése. Ezt hívnám én molekuláris mérnökségnek. Ez nem abban az, a szónak nem abban az értelemben mérnökség feltétlenül, hogy legyártunk 100 tonna kőolajat, kőolajból benzint, bocsánat, hanem abban az értelemben, hogy értjük, hogy mi történik molekuláris szinten, megtervezzük, és a végeredményt azt pedig valamire fel is használjuk. A kémiáról, ha visszanézünk az elmúlt 150 évben, joggal mondhatjuk, hogy sokat tett azért, hogy most körzeti problémákkal küzdjünk. A vegyipar kezdeti időszakában nem azért, mert rossz emberek csinálták, hanem azért, mert erre kevésbé gondoltak, vagy láthatták ezeket a problémákat. Sok problémát termelt, és termel akár még ma is, ami megnehezíti az életünket. Biztos, hogy olyan kémiára és olyan vegyiparra van szükség, amely a környezetet nem terheli, és szembenéz ezzel a környezeti és társadalmi felelősséggel is, mert hogy vegyiparra meg szükség van. Én egy 2-3 évvel ezelőtti ilyen ELTE nyílt napon elviccelődtem a hallgatósággal, hogy nagy terembe jutunk, és sok száz ember volt ott, mert mindenféle szakok iránt érdeklődött odajöttek, hogyha most mindenki levenné azt, ami műszálas rajta a ruhákból, akkor egy nagyon fura eseménye kezdene ez hajulni. Ugye minden pillanatban körülvesznek minket a kémia és a vegyipar által alkotott dolgok, a mobiltelefontól kezdve a ruhánkig, meg a gyógyszerekig, amikért most várunk, hogy végre legyen valami, ami segít ezt a helyzetet megoldani. Miért jó, hogyha ide jönnek hozzánk? Mert mi elszántak vagyunk a kutatás és az innováció területén, és egy olyan csapathoz fognak tartozni, amely garantálja önöknek a sikert. Erről fogok még beszélni. Szóval miért a kémia? Térjünk ide vissza. Ne higgyenek nekem. Tehát nem kell, hogy elhiggyenek bármit is, hiszen minden egyetemi vezető, aki áll, akkor azt fogja mondani, hogy az a hely a legjobb, és oda érdemes jönni. Tehát ezt nem kell elhinni. Higgyenek azoknak, akik minket kívülről néznek. Ez a minisztérium által készített kimutatás azt mondja 2017-ben, azért az még nem volt olyan nagyon régen, hogy jelen pillanatban úgy tűnik, hogy az automatika, a robottechnika, a kémia, illetve a biotechnológia terén alkalmazzák a legtöbb új kutatót. Miért erre kell figyelni? Mert önöket nem az érdekli, hogy ma hol van a legtöbb kutató, hiszen önök fejlesztő akármicsoda, kémiával dolgozó szakember, hiszen önök 5 vagy 10 év múlva fognak belépni a piacra. Az a kérdés, hogy 5 vagy 10 év múlva melyik terület lesz, ahol érdemes és tudnak munkát keresni. Hát ez úgy tűnik, hogy az informatika, a robottechnika, biotechnológia és a kémiának mindenféle ágai. Ezt mutatják a jelen pillanatban érvényes felmérések Magyarországon, de egyébként szerintem a világon ugyanez igaz. Szóval a kémia jó választás. Miért az ELTE? A 2020-as HVG diploma számba az egy olyan újság, amelyik minden évben méri a felsőoktatást, mások is mérik. Szokás szerint nyugodtan mondhatom, az ELTE úgy általában az élen végzett, és ezenből a természettudományi kar is az összes kart egybevéve a harmadik legjobb kar volt az országban, és az oktatói kiválóság terén pedig egyértelműen első helyezett. Tehát amit mi ajánlani tudunk önöknek, hogy itt fognak találkozni a legkiválóbb oktatókkal. Nem én mondom, hanem mások mondták rólunk. Mit kínálunk jelen pillanatban? A képzési rendszerben semmi meglepő nincsen, bár nem biztos, hogy mindenki véglapozza ezeket a tájékoztatókat, de nyilván a szokás szerint van egy alapszak, ami lehet kémia alapszak, ugye a mi esetünkben, 3 éves, és nyilván remélem, hogy talán van a teremben is ilyen, ezt nem szabad elfelejteni, hiszen a tanárképzés legfontosabb centrumában vagyunk, országos szinten is. Nagyon fontos nekünk, hogy legyenek kémia tanárok. Ők nem a kémia szakosok együtt tanulnak, nem is 3 éves a képzésük, hanem kapásból jelen pillanatban 5 vagy még több. A részletekben szerintem most ebből a szempontból mindegy, de az egy osztatlan képzés, és nagyon nagy szükség lenne, hogy válasszák ezt is. Szóval ez, amit önök a végzés után, már a érettség után tudnak választani. Ha ezt befejezték, és az alapszakunkat elvégezték, akkor választhatnak. Szerintem jó, hogy választhatnak. Néhány kolléga, néhány egyetem szeretné önöket odaláncolni örökre, hova először beiratkoztak, de lesz 3 év múlva egy döntési lehetőség. Ha nem sikerült elérnünk, amiben kételkedem, de ha nem sikerült elérnünk, hogy meggyőzzük magunkat a 3 év alatt, hogy jó helyen vannak, akkor 3 év múlva válthatnak és elmehetnek egy másik egyetemre.
nem így lesz, ez garantálom, hogy ide jönnek, de elmehetnek egy másik egyetemre. Vagy folytatják nálunk az úgynevezett vegyészmester szakon. Két éve most már ezt az emeltebb szintű képzést, tehát az utolsó két évet, az magyar és angol nyelven is meghirdetjük. Miért érdemes egy magyar egyetemen angol nyelvű diplomát szerezni? Azt gondoljuk, nem csak mi a kémia területén, ugyanez van a fizikán és a biológián is, és hamarosan a többi szakunkon is, hogy ha abba gondolkodnak, hogy kutatásban, iparban, szolgáltatásban, bárhol a kémia van, el akarnak helyezkedni, akkor az a nyelv, amit használni fognak a hétköznapi munkavégzés során, az sokkal inkább angol lesz, mint magyar. Természetesen a kollégák egymás között magyarul beszélnek, most nem azt akarom mondani, de hogyha írni kell jelentéseket, meg kell felelni hatóságoknak, egyáltalán a külvilággal kommunikálni, belépni egy nagy multicéghez, akkor az angol nyelvtudás magától értetően fontos. De az nem elég, hogy tudnak angolul fecsegni, elnézést, hanem az kell, hogy a kémiai szakszavakat is tudják. Ez nem olyan nehéz, de nem is olyan könnyű. Ennek a legjobb módja, hogyha a három és alapképzés után, amikor már kémiát elég jól tudják, akkor a másik kettőt azt angolul végzik el. Ehhez segítünk már az első három év során is, hogy ebben erre fel legyenek készítve, hogy ne érjen őket hidegzónként. Most azt tudom mondani, hogy a két évnek az egyértelmű mérlege, hogy a jobb hallgatóink és egyre növekvő számban nem a magyar nyelvű képzésünket választják, hanem az angolt. Mert ők is belátják, hogy ez a plusz tudás, kémiát ott is megtanulja, az megéri ezt a választást. Ha valaki nem csak úgy általában kémiával akar foglalkozni, akkor vannak itt házon belül is elágazási pontok. Van egy anyagtudományi mesterképzés, amit a fizikai intézettel közösen csinálunk, ami közelebb visz mondjuk ilyen félvezető világához, meg ehhez hasonló problémákhoz, és nyugodt szívvel lehet folytatni ott az első három év után. Illetve van az, ami az előző ábrán láttak is, egy biotechnológia mesterszak, amit a biológiai intézet gondoz elsősorban, de mi is részt veszünk a képzésben, és tőlünk is lehet oda menni, ami pedig nem egyetemi kitaláció, tehát nem mi gondoltuk, hogy erre szükség van, hanem egyszerűen a magyar gyógyszeripar jelezte, hogy bizonyos típusú szakemberekre szükség van. A biotechnológia bonyolult dolog, mert a sörgyártás is biotechnológia, az is fontos, meg a kenyérgyártás is biotechnológia, az is fontos. Mi ezt nem tanítjuk. Tehát, aki sörgyártást akar tanulni, az, akkor az máshol kell, hogy menjen. Mi fehérje alapú gyógyszerbiotechnológiát tanítunk itt. Azt, amit most mindenki szeretne. Tehát azokat a gyógyszereket, aminek a neveit hallják most a hírekben, hogy hú de jó, mert azt talán segít, aztán valaki meg most sajnos leírja, hogy mégsem működik olyan jól, azok zömében már ilyen fehérje alapú gyógyszerek. Máshogy kell őket gyártani, és máshogy kell egyáltalán velük gondolkozni. Ez az, amit itt meg lehet tanulni a 21. század ilyen értelemben gyógyszertechnológiáját a biotechnológia mesterképzésünkön. És mindennek a vége, bár itt nagyon alulra került, és kicsit olyan elnyomott helyen van, az egy doktori képzés. Mikor ezt szoktam mondani a középiskolásoknak, úgy megrettem meg, hogy az valami, hát az már olyan misztikus, és nagyon messze van. Kétségtelen tény, hogy ez itt 3 év, ez itt 2, az 5, az elég sok, és ez meg még 4. Tehát aki nagyon megkedvel minket, az 9 évet tölthet itt, az borzasztóan sok idő. Azért annyi ideig fenntartani egy kapcsolatot, az már egész komoly munka. Szóval ezen dolgozni kell. De érdemes választani ezt a 4 évet még, mert a doktori diplomának nem az az elsődleges célja, hogy olyan kutatókat termeljem, akik aztán cikkeket írnak, és boldogan viszik tovább a kémia szekerét. Ez is a célja, fontos, és ez egy nagyon fontos dolog. De az iparban és a iparhoz kötődő területeken is ugyanúgy igaz, hogy azokra a szakemberekre, akik tényleg önálló, teljesen önálló kutatófejlesztő munkára képesek, akik meg lehet bízni azzal, hogy találj már ki valamit erre a Covidra. De ennyi, nem több, mennyire is talál, azok itt képződnek. Tehát aki igazán önálló kutatófejlesztő szakemberé válik, az innen kerül ki. A statisztikák ezt mutatják, a kémia alapszakunk után 86% tovább tanul, az országos 56%-kal szembe, tehát aki itt tanul, az biztos, hogy tovább megy. Ki lehet lépni a kémia alapszak után, el lehetné dolgozni egy BSc diplomával. Ma erre is van igény, nagyobb, mint 5-10 évvel ezelőtt. Mégis, ha nem kényszerít önöket az élet valamilyen formában erre,
mert nincs olyan készen, akkor nem ajánlom. Lehet, hogy az hozza az ember életébe, hogy el kell menni dolgozni, mert vannak ilyen szituációk, de nem ajánlom. Diplomás munkát fognak kapni ezzel, és munkájuk. Ez a mi adatunk 0-3 hónap alatt találnak munkát. Legtöbben tovább tanulnak, és aki a vegyész mesterszakon végez, nálunk, mert megszeretik az intézetünket, itt vannak már 5 éve is mégis, 74% tovább tanul, és megpróbálja ezt a doktori dolgot megcsinálni. Többiek nyilván elmennek dolgozni, és már jól keresnek, és azonnal találnak munkát, és hát 95% ez már csak a hiba. Tehát biztos, hogy nem valami egyéb munkát fognak végezni, hanem azt a munkát, amire itt megtanítottuk őket, diplomás munkát. Ha belevágnak ebben, akkor várjon őket állami ösztöndíj a doktori képzésben, és számos komoly nagy céggel van kapcsolatunk, és leginkább ez az a pont, ahol ők szeretnek minket támogatni, és különböző kiegészítő ösztöndíjakat adnak. Aki ezt például, ezt a szervi beregi ösztöndíjat is elnyeri, az olyan komoly fizetés fog összedni, majd csak, mint itt egy egyetemi tanár. De nem baj, nagyon örülünk, hogy a fiatalokat nagyon komoly módon tudjuk támogatni ebben az 5 évben, tehát, mert hát ők lesznek a legjobbak, akik a kémia területén itt diplomát, illetve hát a végén doktorokra összereznek. Nem meglepő, hogy a nagyvállalatokhoz, illetve az állami szféra legfontosabb intézményében mennek dolgozni. Nyilván szükség van olyanra, aki Mórégész Viktor vonalon van, de vannak kisebb, komoly cégek is, illetve hát a közszolgált, hát hiszen kell itt olyan, aki az élelmiszerbiztonság, ugye a NÉBIK, vagy a gyógyszerbiztonság területén komoly tudása bír, és segít abban, hogy ne értessenek meg velünk bármit. Ugye ez nagyon fontos dolog. Azért időről időre, most ugye kevesebbet beszélünk, mert a Covid mindent elvisz, de hát az elmúlt évek tele voltak-e hírekkel, hogy egyik élelmiszerről derült ki, hogy valami olyan van benne, amit igazán nem nagyon kéne megenni, meg a másikról is kiderült, és akkor valakinek ezt azért tudni kell, meg valami komoly támpontot kell adni. Ezek lehetnek önök. És persze lehet kutatni is, ami egyáltalán nem egy mellékág. Szóval azt mondtam, hogy digitális kémiában gondolkozunk és molekuláris mérnökségben. Ez a példa azt akarja mutatni, össze is függ még a társadalmi felelősséggel is, hogy kevésbé szennyező módon állítsunk elő gyógyszeralapanyagokat, annak az egyik kulcsa, sok kulcsa van, az egyik kulcsa, hogy minél jobb katalizátoraink lehetnek. Ez nyilván a katalizátor az, mint a kémiai reakcióknak egy ilyen fontos szereplője, a folyamatoknak az ismerős. Olyan katalizátorokat próbálunk itt tervezni, amelyekben egy fém van valahogy egy szerves molekulához kötve. Amikor ezt csinálják a kollégáim, akkor persze rengeteg labormunka van, de mellette párhuzamosan vagy utána összefonódva az egésszel, azok, akik meg számolgatni szeretnek számítógép előtt, ők támogatják ezt és megmondják, hogy ezzel ne kísérletezzél, mert a számolások azt mondják, hogy ebből sose lesz jó alapanyag, és így tovább. Tehát ma azért nem csak úgy tervezünk meg egy molekulát, hogy bemegyünk és leveszünk a polcról, ami van, összeöntjük, ha jó lesz, akkor örülünk, ha nem lesz jó, akkor nem, hanem elkezdjük az egészet molekulális és elméleti úton is megtervezni, vagy követni. Vagy amikor előáll valami, de nem értjük, hogy abban a reakcióban miért azt keletkezett, ez van, és a legizgalmasabb pillanat a kutatásnak, hogy végre nem az történik, amit az ember elképzelt. Az jó, mikor bejön, amit tervezünk, de az még jobb, hogyha valami izgalmas van. Akkor meg kéne érteni, hogy mi a fenétől ment arra a reakció, amerre szerintünk nem kellett volna, hogy menjen. És ilyenkor a digitális kémia az megtámogatja a laborban dolgozókat. Nem olyan régen kollégáink egy egészen praktikus, egy ilyen konténerben elhelyezhető víztisztító egységet fejlesztettek ki, ami gyakorlatilag lehet vinni egy falu, akár egy nagyobb ház mellé is letenni, és az elszennyezett vízből ivóvizet gyárt. Ez arra is példa, hogy értsék, hogy az ELTE nem az itt folyó kutatásoknak a célja, az nem csak az, hogy a kémia tudományát előre vigyük, bár ez rendkívül fontos, hanem az is, hogy megoldjunk társadalom számára fontos problémákat. És szerencsére a kollégáim ebben egészen sikeresek is tudnak lenni. Szóval kutatás és innováció. Ez a mi legfontosabb küldetésünk. Ide dobáltam néhány hírt az elmúlt 1-1,5 évből. Ennél nyilván több van, csak hogy lássák. Kolléganőnk, Mágyus Edit,
nem olyan régen, egy évvel ezelőtt elnyerte az európai tudományos élet egyik legfontosabb kutatási támogatását. Ez olyan mértékű és olyan presztízsű díj, amiből abban az évben is egyébként eljutott Magyarországra, akkor Edith Hostel, ebben az évben is eljutott, akkor pedig egy biológus kollega. Tehát azért az a fajta kutatói kiválóság, vagy oktatói kiválóság, amit az elején említettem, az európai oldalról nézve is visszatükröződik. Ez már olyan, hogy amikor nem olyan rég beszéltem, és próbáltunk ide új kollégát keresni, és külföldi kollégákkal is beszéltem, hogy esetleg ide jönnek hozzám dolgozni, akkor mondták, hogy ja, látják, hogy nálatok, látom, hogy nálatok van ilyen ELC-díjas. Tehát ez már azért a világ térképére helyez minket egyértelműen. Bencs Fruzsina a kolléga nőm, hogyha így mondhatom, fiatal, még éppenséggel doktorandusz. Épp az Égis tette ki, ha szabad ilyet mondani, a LinkedIn-re, talán nem reklám, hogy milyen boldog az Égis, hogy támogathatja Fruzsinak a kutatásait itt egy éven át, és az ő kiváló eredményehez ilyen értelemben az Égis is hozzá tud járulni. Fruzsi ott dolgozik lent a negyedik emeleten, ha lefelé mennek, még össze is futhatna fele. Nyilván részesei vagyunk az európai kutatásoknak, ezért aki itt van, az akár már az alapszakos szinten is, ott egy kicsit nehéz megszervezni, de meg lehet, a mesterszakos szinten, pláne a doktori szinten, meg magától értetődően részt tud venni európai projektekben, amelynek keretében kimennek, más helyeken kutatnak és tanulnak. Most ősszel, illetve nem, nyáron keresett meg a Roche nevű borzasztóan nagy svájci cég minket, hogy nagyon szeretne innen diákot a saját training programjába elvinni, az egyébként Varsóban, mert a kelet-európai központjuk ott Varsóban van, amiben ők fizetik az utazást, az ott létet, meg minden egyebet, hogy megtanulják tőlük az orvos diagnosztikában használt kémiai eszközöknek a csinyát-binyát. Hát nem olyan könnyű ezt most megszervezni, már augusztusban is éreztük, hogy ez nem lesz könnyű dolog, de maga a lehetőség itt van ebben a pillanatban is. És persze igyekszünk a magunk eszközeit is a lehető legmagasabb szinten tartani, hogy tényleg megtanulhassák azt, amit a világban máshol is megtudnának, de nem kell érte feltétlenül elmenni. Nem olyan rég, tehát ez hát egy fél éve sincsen. Nyáron üzemeltek be egy olyan úgynevezett tömegspektrométer, ami egy nagy érzékenységű szerkezetkutató analitikai eszköz, amely hát nem magyarországi szinten, hanem világszinten egyedülálló. Nyilván időnként a cégnek megéri, hogy egy kicsit akár olcsóbban is, de reklám célból eladjanak nekünk ilyeneket, és ennek örömmel veszünk. Szóval olyan berendezésen tudnak rend dolgozni, amelyet nem biztos, hogy a 200-300 kilométeres vagy 500 kilométeres körzetben találnak. És ezzel nem véletlenül olyat szereztünk be, hiszen ez, ami itt Budapesten ez van, gyógyszerkutatás, nagyon fontos dolog, nem lehet, amivel gyógyszerkutatásban fontos fehérjéket tudunk megint csak vizsgálni. Az sem teljesen véletlen, hogy elég sok hölgyet látnak itt az utóbbi időkben. Ők a sikeresek. De a diákok, ők a legfontosabbak számunkra. Mit kínálunk mi itt nekik? Teljesen mindegy, hogy melyik szinten vannak. Azonnal, ahogy belépnek, kihívások elé állítjuk őket. Ami azt jelenti, hogy az elsősöket is bevonjuk a kutatómunkával, ha erre van bennük indítatás. Sokat kell még tanulniuk, vagy ha úgy tetszik, elnézést, keveset tudnak, hát hiszen ez igaz. De a tanulás legjobb módja a mi hitvallásunk szerint az, hogyha belefognak az önálló kutatásba. Ez borzasztóan nehéz elején. De olyan sikeresek szoktak lenni, hogy évről évre most már az a tendencia, hogy az alapszakosaink a tudományos diákai konferenciánkról szereplésben lepipálják a mesterszakosokat gyakran. Még talán kicsit nagyobb ott a lelkesedés. Szóval ez a tavalyi 2019-es országos tudományos diákai konferencián nyerteseink listája, akik első meg harmadik díjakat nyertek el. Ők a mi BSZ-seink és MSZ-seink, akik nagyon büszkék voltak, vagyunk. Szóval kihívások elé állítunk a diákjainkat, és persze lehetőséget adunk a diákoknak arra, hogy ezekkel a kihívásokkal megbirkózzanak. Meg is fognak birkózni, mert ahogy ide belépnek, egy közösség tagja lesznek, hanem egy közösség a tanulásban is, a problémáiban is, és persze a kutatásban is mindig segít őket. És ennek a vége az, ami ott az elején van. Sikeresek lesznek. Úgyhogy amit kínálunk önöknek az az, hogy ha ide jönnek hozzánk, akkor lesz kihívás, lesz lehetőség, lesz közösség és lesz siker is. Válasszák a kémiát és válaszolnak minket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm.